Sziasztok, itt a 15. forduló, immár szombati mérkőzésekkel, kérem szépen. Ez az a része az évnek, amikor már Kalics futball az utolsókat rúgja. Mondjuk ez a szezon ez nem éppen olyan, mert most tavasszal is lesz majd meccs, ugye? Majd azt nézzük. Hát én biztos, jó kis FCS futball, meg lesz playoff, meg minden áprilisban, azt tudjátok? Hogy voltak a múlt tavasszal ezek a EIF, meg XF, hát már nem tudott érdekelni. Jó kis Kalics futball, majd tavasszal azt majd nézem, de most akkor így nagyjából vége van már, itt a konferencia döntők vannak, úgyhogy lehet játszani, focizni, lehet szombaton profi futballt nézni, úgyhogy majd nézzük, mindjárt kezdődik. Úgyhogy ezeket is beleillesztem a mai rossz tippekbe, múlt heti rossz tippek, hát azok nem volt olyan sok rossz, hogy négyet rontottam el csak, mondjuk onnan egy igen rossz a New Orleans, hogy nem a játékuk a tipp, az nem jött be. Meg hát most csütörtökön már belengedtem, ugye, hogy most hát ez a Raiders, ez meghozza. Ó, hát nem hozták meg, de csak azért, mert Derek megsérült nyilván. Amúgy jött volna. Na nézzük, hogy akkor most erre a hétvégére mi jutott. Hát az élen a Jets nyilván, tehát a Jetsnek ott egészen egyértelmű, hogy ők mit fognak játszani. De hát ugye ma játszik a Clemson. Clemson Notre Dame Trevorral. Ugye múltkor, mikor találkoztak alapszakasz meccsen Notre Dame-iak meg a Clemson, nem játszott Trevor, hanem ugye DJ Uiagalelei játszott, és akkor hát kikaptak az írektől nagy meglepetésemre. Na most fölépült Trevor, és akkor konferencia döntő Clemson visszavághat Jet Druckereknek. Hát csodálatos program, megnézik, örülnek, Trevor hozza, és aztán elfelejtik, hogy majd vasárnap is van meccs, mert hát inkább ne nézzétek. Rams ugye leghalálosabb védekezés per passzvédekezés, na most akkor rajtuk senki nem megy át, majd most megpróbálja Sammy és Eden bácsi, hogy valahogy valami komoly támadójátékot, nem tudom, Frank Gore-ral összerakjanak. Nagyon rossz lesz. És akkor még a Jetsből hiányzik Fatu Kasi, ugye a legnagyobb run stufferjük, legnagyobb királyuk. Könnyen fog futni a Rams, hát még ez is, még ez is. Négy éve ezek játszottak, akkor még Jeff Fisher volt az edző, Keenum az irányító, nem volt még senki. 9-6 lett. A Jets Rams 4 éve 9-6 lett. Ez most nem biztos, hogy annyi lesz, de szerintem nyer a Rams így is. Bármilyen körülmények között? Hát valószínűleg igen. Nem tudom, hogy hány pontot fognak csinálni, mert hát lehet, hogy nem csinálnak olyan marhasokat. De hogy nem is kapnak, az biztos. Tehát itt az a 9-6, az úgy gondolom, hogy ez megismételhető, hogy megint olyan egy számjegyűt kapjanak. És akkor hát az már sok nem kell majd Jarednek, ő csak megvajazza. Aztán ez így most jönni fog. Ebben a fordulóban azt hiszem egy olyan meccs van, ahol két pozitív mérlegű találkozik, az meg milyen már? Többi akkor egy teljesen egyértelmű, hogy kik fognak nyerni. Hát nem annyira, mert azt mondanám, hogy a négy olyan meccsem volt, amit hezitáltam, hogy ki nyerjen. De a többin azért tudom előre, úgyhogy ezek most igen jó tippek lesznek már, hogyha már így belemegyünk. Tehát ezek most jönni fognak, azt gondolom, hogy a Raiders elment, de én most 15-ből 15-re számítok, hogy ezek most nagyon be fognak jönni, érzem. Melyik lesz a heti kötelező főműsridős kiütés? Hát ez most kérlek, ez a Bengals Steelers lesz, ezt hétfőn fogják majd lebonyolítani, és hát ez a Bengals. Nem vagyok benne biztos, hogy ők, vagy a Jets tud több pontot csinálni. Nagy versenyre számítasz ilyen tempontból? Hát ki mit gondol? Hát talán még a Bengalsra azt mondom, hogy több potenciál van bennük, ha mégiscsak az így előkelő helyezésük van. Én azt mondom, hogy lehet, hogy több pontot csinálnak majd, mint a Jets a Rams ellen. Tehát, hogy győzést az igen messze van, tehát most ezt CSPN berakta ugye annak idején, hogy akkor hétfőn már Burrow biztosan lesz, vagy addigra már biztosan kezdő lesz, hát nyilván, meg hogy összeillik a társakkal, aztán majd milyen jó lesz majd megnézni. Hát nem jött be ez a terv. CSPN nem tudott cserélni, majd a következő. Nem tudom, hogy szerződés hosszabbításnál, hogy a TV csatorna meg a liga között bele kellene iktatni, hogy valami flexibilitás legyen már. Mert hát itt volt ez a szombati meccseknél is ki volt jelölve valami 6, ugye emlékeztek? Aztán abból kiválasztottak kettőt, amelyik bekerül szombatra, szóltak időbe. Valamit az ESPN is csinálni kéne, hogy legalább valami kettőt rakjanak be, aztán valamelyiket elflexelik, szólnak egy hónappal előtte, mert a Burrowról már lehetett volna tudni, hogy ez a meccs ez nem lesz túl érdekes. Steelers visszakerül akkor a győzelmi ösvényre, igen, ehhez semmit nem kell csinálniuk. Eldroppolják a labdát, belefér most. Szerintem most amúgy nem fogják eldroppolni, pontán azért, mert majd figyelnek rájuk. Úgyhogy ugyanaz a játék, amit lehoztak így a Washington elleni bukta alkalmával, meg múlt héten vereség alkalmával, mehet minden. Ugyanazt a nullát leteszik az asztalra, most az is győzelmet fog érni. Mert ez a Bengals ez nem bír támadni egyáltalán.
Védekezni azt bírnak? Legalább annyira jól tudnak védekezni is, mint támadni. A Bengals mindegy, top 3 cetli meg lesz. Most sajnálhatják, hogy így ezt most így főműsoridőben ma mindenki látja, hogy megalázzák őket, tehát szenvedés történet lesz. Végig szenvedni? Ki akarja? Hát lehet, hogy ebből elég lesz a kondenz, nem? Szerintem is. Jaj, várj, még a Brandon ellen egyébként kérdéses, hogy vállalja a játékot. Lehet, hogy a Finley jön? Hát egyik veszélyesebb, mint a másik. Nem is tudom, hogy kit kívánnék, hogyha Steelers Drucker lennék, hogy ki jöjjön. Náluk ugye a Filer az, aki sérült listára kérdő, hogy a támadó falban lesz egy kis variálás, amely meglátjuk, hogy ennek van-e hatása. Valószínűleg azért ezen a meccsen nem lesz. De egy majd a jövőre tekintettel, hát arra meg nem mérvadó. Akkor mindegy. Na hát a top 3 választó csapat közül, ugye már kettő szóba került, ugye az 1/1-es, 1/3-as. 1/2-es az meg a Jacksonville jelen állapot szerint. És hát most nekik a Baltimore jut. Na most a Baltimore-ban egy baj van. Az, hogy megy a hasa alá márnak, nem az, már elmúlt, meg nem is volt olyan, kérem szépen, nem. Csak görcs. Hogy ugye a vírus megtámadta az elkapó csoportot, Miles Boykin kidőlt, Hollywood Brown, illetve James Prosh szintén, úgyhogy ők nem fotiznak. Kik vannak így elkapók akkor? Hát Willis Need még ott van, meg DuVernay, meg Des Bryant, meg Chris Moore, special teamász, tehát ez azért elég. Tehát ugye a Ravensről beszélünk. Elkapni azt a Titans szokott. Vannak ott wide receiverek, de hát csak azért, mert muszáj volt, tehát mert a törvény előírja, csak azért hartatják őket. De most a Jacksonville ellen ez pont jó, mert a Jacksonville-nek még nincs cornerback ám. Tehát, hogy akik voltak, azok se voltak jók, de most már ők sincsenek. Ez a szituáció van. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy problémák lesznek itt. Így is, hogy így a top 3, nem, top 4-ből 3 wide receiver hiányzik a Ravensből, hát így is egyértelmű tehetségfölényben vannak. Még Des Bryant-tel is? Ha Des Bryant-nek most itt biztos, hogy szezon csúcsok lesznek. Biztos? Én azt mondom, most rájátszanak. Emellett még ugye Ben Barch is kitört a Jacksonville-ből a vírus miatt, úgyhogy még ott is támadó falban is új ember beépítés. Nem a legjobb kor, nem. Viszont jön Gardner. Oho, igen, úgyhogy ő mindent megtesz majd, megpróbálja. Ebben lehet, hogy lesznek hülye hibák. De lesznek majd jó megoldások, lesznek potens drive-ok, hát figyelj, továbbra is a karrierért megy. Van, most kap 3 meccset, hogyha ezt lehozza normálisan, akkor még 2 meccset kaphat, ugye? És akkor az meg karrier életben tartás. Emiatt így ez a Ravens Jacksonville, most nem tudom, nem néztem meg, mert én nem fogadok, mert aki fogad, az veszít. Hogy mennyi az over-under, de nem tudom mennyi a pont, a 50 azt mondom fölé. Itt sok pont lesz. Ha más nem hátsó ajtón hozza Gardner, meghozza nekik a 20-at. Ravens csinál 30-valahányat. Erre fogadnék. Tudjátok, hogy tippekben nagyon jól megyek. Úgyhogy, amíg megnézem, hogy mennyit rakjak fel a számlámon lévő nullából. Már csak arra leszek kíváncsi, hogy itt ezzel ellen a szedetvedett Jacksonville defense ellen most akkor mit akarnak Lamartól? Hogy akkor Jackson dobált? Tehát covidosak az elkapók. Nem szaladhatnék inkább? Dobáld. De ez Bryantnek. Nem ke, dobhatod a Titannek. Ja, legalább ennyi könnyebbség van. Vagy akkor azt mondják, hogy jó, csináljuk azt, amit tudunk csinálni, és könnyen touchdownokat érünk el belőle, azaz szaladjunk Lamarral, adjuk oda Jokinak, mert egyébként nyilván a futás működni fog Jokival. Egyébként Lamar, hogyha nem szaladgál, hanem zsebbőre nyit, akkor is megnyerik a meccset. Tehát most emiatt nem izgulok, hanem mentem, hogy lesz a meccsen mondjuk 10 megiramodása az elég, de hogyha lenne 20, akkor meg nagyon látványos lenne. Akarsz látványosan nyerni a Jacksonville ellen? Hát lehet, hogy Harbaugh nem akar látványosan nyerni a Jacksonville ellen, hanem jó neki a, nem tudom, 3 pont a győzés. Az mondjuk kevés, akkor legyen 10. Valahogy így, tehát még én emiatt vagyok csak izgatott a mérkőzés kapcsán, hogy így a Ravens mennyire akarja megmutatni, hogy most éppen mit tudnak, vagy csak így köszönjük, jó a győzés. Mert még hogyha így Minshew valamit hozzárakna, hogy akkor rá kényszeríteni a Ravenst is, hogy azért akarjatok előre menni, mert nem vagyunk teljesen halottak. Akkor ebben még lehetne jó meccs, talán. Úgyhogy 1/2 a Jacksonville, én bízok a bajuszosba, hogy jó meccset csinál ebből. És akkor nem lehet takaréklángos Lamarral nyerni. Nem tudom, igazából olyan rettenetesen rossz a védelme annak a jaguároknak, hogy... Simán el tudom képzelni, hogy Zseb Lamar legyőzi őket csere-csere elkapukkal. Igen, ennyire rosszak. Nyernek a hólósiak könnyen. Na hát az első mai meccs, ami szóba kerül, és szombati, Green Bay Carolina, ez lesz éjszaka. Prime time Carolina Panthers. Visszakapják DJ Moore-t. Hoppá. Akkor
akkor ebből egy kompetitív meccs lesz? Ó, hát nagyon. Kedvenc témám. Aaron Rodgers átállna, Teddy helyett kinyerne. Hát a Panthers nyerne, abban biztos vagy. Még így is, hogy Devante Adams ott van, így is, így is. Aaron Rodgersnek nem lesz rossz passz a meccsen. Nem akarom elszpoilerezni, hogy mi lesz, de hát ő azért leszokott így hozni meccseket, hogy így fél időnként, hát talán egy incomplete-ra így rákényszerítik őt, mert Valdez Scantling elejti, vagy valami ilyesmibe gondolkozzál, de egyébként Rodgers borzasztó nyugodt ettől a mérkőzéstől már megint. Tehát, hogy ez a legrosszabb, nem? Amikor így rákészülsz egy nagy mérkőzésre, hogy na most akkor kellene a bravúr, és akkor ugye az ellenfél szupersztár játékos még azt látod, hogy olyan szinten beleszarik, hogy te hogy készülsz, hogy ez nem igaz. Igen, Rodgers rendkívül nyugodtan fog játszani. Akkor se, hogyha megszerzi a Carolina a vezetést, akkor se esik pánikba, nem esik pánikba, tudja, hogy jól, Adams-et nem tudjátok levédekezni, Russell van ott. Lesznek hosszú touchdownok? Lesznek. Tonyennek? Neki, meg Valdez Scantlingnek is lesz, Adamsnek is lesz. Második fél időben előjön a futójáték, és akkor feljebb jön a Panthers. Igen, ez előfordulhat. Theodortól, hát ugye megint az van, hogy hát még azért térképen tartja a csapatot, hogy szereznek ők is pontokat valahogy, ez még ne nagyon húzzon el az ellenfél. De hát egyébként azt nem látod, hogy így majd kialakul egy ilyen pontháború, mert az kell, hogy a Green Bay-t legyőzzed sok pont. Védelmükön át lehet menni, azon át. Teddy-től tökéletes játék jön, akkor ők is tudnak minden drive-ból touchdown szerezni. Hát azért Teddyből ritkán jön ki az ilyesmi, megmondom neked. Tehát akármi is történik. Lehet azt mondani, hogy Carolina itt szorosan tartja, meg ilyesmi, úgyhogy nem olyan förtelmes ez a párosítás, ez mind így van. Tehát Carolina egy jól menedzser csapat. Megvannak a megfelelő embereik ahhoz, hogy ne szakítsák le őket teljes mértékben, és egy korrekt végeredményt lehozzanak, nem lesz kiütés. De az, hogy Teddy Bridgewater sehogy nem tudja felül párbajozni Aaron Rodgers, abban biztos vagyok nyilván. Meg ti is azok vagytok, nem? És ránéz Rodgers erre a Carolina defense-re, hiába van ott Jeremy Chin, én mondom nektek. Így összeadogatja, hogy hány éve vagytok a ligában, és akkor így kijön az, hogy hát majdnem annyian vagytok így 11-en, mint én egyedül. Értitek? Nem nagyon izgatja. Igen, nem tudja kik azok. Ő a társainak dobja, könnyen, pontosan, first down-ok, touchdown-ok. MVP címért megy Aaronka, úgyhogy emiatt főműsoridőben nagyon csúnyán torkukra fog lépni a páduciaknak. Lesznek villanások nyilván Carolina is, amikor jön előre, mert hát a Green Bay defense nem olyan erős. Nagyon hiányzik BJ Raji elképesztően. Ezt ilyen 30-valamennyi, 20-valamennyi Packers győzés, mint mindig. Másik főműsoridős találkozó, Cleveland New York Giants. Miért került ez főműsoridőbe? Nem tudjuk, de ez lesz az. És hát akkor DJ rosszul van, nem tudja doktor vállalni a játékot, majd meggyógyítja magát. Bár azt nem tudjuk, hogy milyen doktor egyébként, Daniel, lehet, hogy mindenféle. És hát akkor Colt McCoy élményt kapjuk. Igen, hát Clevelandben van, aki emlékszik erre, hogy az milyen. Nem izgulnak. És akkor hát Jason Garrett elkapta a vírus. Nem tudja hívni a playeket otthonról. Hanem akkor Freddy Kitchens, tight end edző, azt mondja, akkor te hívod ezeket a clevelandi védőket, ismered? Nem ismerem őket, egyiket sem láttam még soha. Tavaly a te játékosaid voltak. Ja, ismerem. Na. Akkor ezeknek ismered a gyengeségeit? Hát ezek alapján akkor igen. Na. Azt a nagy cula, a Miles Garrett, legalább őt tudod ki? Már ismerős a neve. Na hát ezeket kellene valahogy megbolondítanod. Csere irányítóval, Freddy. Állj bosszút rajtuk. Mutasd meg, hogy nagyobb szellemi vezér vagy, több van a fejedben, mint a másik oldalon a Stefanskinak, aki idehoztak helyetted, mert állítólag ő jobban ért hozzá. Egy biztos, hogy nem ért hozzá jobban, hát szerintem se. Ne legyen olyan egyszerű, Giantsnek elkapta a vírust Bradbury, top cornerük, Holmes sérült, slot cornerük. Tehát így fogtok kapni pontokat, és akkor, tehát akkor menni kell. Nem fogja megnyerni a defense ezt a meccset. Nehezen látom. Clevelandből lehet, hogy megint hiányzik Teller. Lehet, meg Sandejo, az egy kibirod. Jokunak kérdéses a játéka, tight end az ugye alig van. Meg Denzel Ward nem biztos, hogy visszalép. Túl kell élnetek. Alánylag magabiztosan mondom, ez még Clevelandnek ezt muszáj megnyerni, azért meg is nyerik. Tehát most azért Mayfieldtől nem kell a hű de nagy megoldásokat hozzátenni, mint hogy Baltimore ellen igen sokat kellett hozzátenni.
Hát most nem fog kelleni, mert ez a Giants, hú, úristen. Cardinals elleni meccs az még bennem maradt, hogy ott életük ára nem tudtak előre menni. Hát azért, mert Daniel Jones limitált volt, nem tudott úgy mozogni. Jó. Colt McCoy úgy mozog majd, ahogy akar. Na most ez hány pontra volt elég a Seahawks ellen? 10? Offenzív playekből. Majd a Giants nagy emberei levédekezik a futást. Hát most elvileg ez így van, de gyakorlatban még nem bírják olyan jól levédekezni a futást. Csak mondom, hogy valamiért ez van. Hogy ez a Giants így ránézel, nagy mamutok vannak ott, aztán így a passz ellen védekeznek jobban. Ez most mi ez? Nikolalosnak nem lesz labdaszerzése? Nagyon úgy néz ki. Múlt héten se volt, egyből vesztettek. Hát nagyon nehezen mondom azt, hogy egy megbízható, stabil teljesítményt várnék a Cleveland Browns-tól bármelyik héten, mert nyilván nem várom ezt. De hát ez a Giant, ez nem tudom, hogy csinál pontokat. Ha ne adjátok nekik oda, konkrétan, hogy a védőnek ne szesz aladjál be, Nico, akkor ezek megint csak ott lesznek, mint a Jets meg a Bengals, hogy egy számjegyű, ennyire kalkulál. Ezen a rossz Cleveland Browns védelem ellen, ezek ellen sem számítok sok mindenre. Miles Garrettnek lesznek ütései az irányítón, arra gondolok, és nem fog érte jönni sárga az ászló, szabályosan fogja őket meg. Majd Kitchens ügyesen behívja a wide receiver paszt. Hát lehet, hogy az arra rá kényszerülnek, és majd abból jön valami. De egyébként én nagyon aggódnék a Giants-iek helyében, mert ez csúnya bukónak néz ki. Daniel Jones-szal nem gondoltam bele, hogy milyen lenne a matchup, hát nyilván jobb lenne valamivel, mert azért ott benne van az extra, hogy éppen valami kilengés jön. De nem lesz, Colt McCoy lesz, aki meg... Hát nem tudom, hogy elrontja-e a meccset, de megnyerni nem fogja. És akkor Mayfield építheti az önbizalmát most ezen a mérkőzésen. Építheti. Hülye interception, ne dobjon csak meg egyet maximum, és akkor ez meg lesz. Nem kell olyan marha nehezet kérni. Stefanski józan. És akkor az NFC keletből most akkor hogy van, hány csapat fog nyerni? Hát spoilerezzem el, szerintem egy fog nyerni maximum. Múlt héten is ezt mondtam, aztán nagyon nyerik magukat. Vagy itt van nekünk itt Washington Football Team Sentinels. Hát nagyjából hasonló erők dolgoznak itt is, ami az ellenfelet nézett, hogy a Seattle-el játszanak. Washington Haskins, bocsánat, ez a nevük. Mert most újra Dwayne van ott, The Rock, igen, ő van ott. És hát akkor nem játszik Alex, Wadley a fáj, Gibson felépült, nem épült fel Gibson. És kidőlt Holcomb a védelem közepéről, tehát így fasz a minden, igen, így kellene akkor Russell-ékkel focizni. Nem lesz könnyű, mert most így nagy győzelemből jön a Seahawks. De hát amit láttunk Haskins-től, az mennyire volt bíztató. Jaj. Nem is a múlt hetit mondom, mert beállt. Nem számított rá, hogy be kell állni. Megzavarodott, előnyből fociztak, nem kértek tőle semmit. Hagyjuk. De hát szeptemberben kezdő volt Dwayne, és hát nem igazán jöttek ott a nagy eredmények. Az első forduló az jött, utána meg nem igazán. És most hát ugye Seattle-en azért sokaknak volt már sikerélménye. Miért lehetne neki is? Hát azért, mert nem ügyes csórikám, és nincs, aki jobbá tegye őt. No offense, de megint ott tartunk, hogy Logan Thomas nem fogja jobbá tenni őt. Hiába megjátszható a pálya közepén. Na majd odáll hozzá Jamal, aztán először olyan megjátszható. Jamal fog blitzelni? Fog. Megüti majd, kiveri a kezéből Haskinsnek? Minden bizonnyal. Ha csak nem futtatják orvérzésig Peyton Barbert. Nem fogják. Megkiszik, kapja majd a checkdown-t, az lesz. Újabb csapat? 10 pont alatt? Ezt nem szívesen mondom, de itt is arra kalkulálok. Lehet, hogy rosszak lesznek a tippjeim, aztán itt agyon szórják majd magukat. De hát ebben a Washington Haskinsben is látom azt, hogy meg lesz 10 pont alatti teljesítmény, igen. A Seahawks felmegy az egekbe defensive ratingben, és Jets elleni 3 után most megint beerősítenek. Úgyhogy hát Russellnek nem lesz könnyű dolga, nyilván ettől függetlenül, tehát nagy kiütés az nehezen jön össze, ha csak nem adja Haskins a védőknek. Mert hát azért ott Washington hogy nyerhet? Védőfallal? Hát igen. Seattle le lehet győzni csak védőfallal? Nehezen látom, de Russellt meg lehet zavarni. Bele lehet ütni a földbe. Aztán hát ő mondjuk, hogyha el is kapják, azért nagyon gyakran nem szokta elfumbrizni a labdákat. Tehát Seattle-nek egyébként jó a punt, mert a következő drive-on majd csinálnak pontot, az kész. Minden drive-ot nem lehet kivédekezni védőfalból. De hát a secondary-ben is vannak jó játékosai a Washingtonnál. Jó. Metcalf-el az egy bizonyos pontig azért sokat számít, hogy kompetens a védő, de egy pont után már mindegy. Megnyeri a Seahawksnak. Ez se lesz egy gyönyörű mérkőzés, abban biztosak vagyunk. Kevés pont lesz. Kevés.
Ami még nem lesz jó, hogyha egy hátrányba kerülne a Washington, és akkor Haskins-től kellenének a jó megoldások, mert nem fog jönni sajnos. Ez elszállt ez a projekt. Csere irányítok mindenütt, hát most Detroitnál is lehet, hogy ez lesz. Mi Staffordról azt mondják, hogy kérdéses a játéka, de megmondta Bevel, hogy Stafford nem szükséges, hogy edzen ahhoz, hogy pályára léphessen. Adom. 2009 óta focizik át, most mit akarsz még neki? Ha edzés nélkül azért ráérezted a Tennessee-re, hát még van esélyre, hogy abból lesznek pontok. Ha Chase Daniel jön, akkor mi lesz? Hát van különbség. Akkor is, hogyha itt Staffordal sem lennék bizakodó, hogy ez a Tennessee, ez verhető. És hát nyilván az, hogy kimaradnak az edzések, hát amiatt izgulnék a legkevésbé, de... Ugye Regnónak eltört a GG-je. Van ilyen? Igen, azt még várják vissza, hogy majd meggyógyulsz, azt mész vissza harcolni. Az is egy kellemes munka. Tennessee-ben egy dolog miatt izgulnak, hogy a Derrick Henrynek 2000 meg lesz, vagy nem lesz, hát szerintem nem lesz meg azért. Olyan őrült nagy számokat csak nem átlagol már. Ugye jön egy nagy rohanás, akkor az nyilván megdobja már az első negyedben. De egyébként minek erőltetnék csórikámat nyerő mérkőzéseken? Nem jellemző. Hogyha nem jön így természetes folyásában a mérkőzéseknek a 200 yard, akkor hozadják neki 30-szor. Tök fölösleges, playoff csapat vagytok, nem kell. Nem a rekordokért játszotok győzésért, hosszú távon, nem a meccseket kell itt az alapszakasz végén megnyerni sokkal, hanem playoffba kell majd keményen nyomni. Ó, hát ő bírná. Nem lesz ilyen szerintem, nem erőltetik túl. Ez egy nagyon kellemes kis torna lesz szerintem, ugye Detroit, ahogy megpróbál védekezni majd. Henry ellen, AJ Brown ellen, hát tudjátok, nagy darab fickók, akik nehezen adják oda a labdát a védőnek, próbálja ott kipargálni, földre küldi. Meglepődnek majd, mikor Tannehill a play actionből a távolra dobja. Nagyon-nagyon meglepődnek. Vagy amikor az unatletikus linebackerek közé ott majd megtalál valakit. Tight endet, mondjuk. Amikor egy Jelani Tavai próbálja ott coverelni a területet. Szeretitek nézni, mi? Lényeg az, van a Tennessee-nek egy bevált játéka, bevált játékos állománya, pályára lépnek. Detroit össze-vissza van, és még kérdéses ki áll be. Hát most akkor Detroit-a soha nem tippelek már, azt tudjátok. Tehát most így korán eldölt ez, hogy mit fogok mondani, de nagyon nagy magabiztossággal azt mondom, hogy nyer a Tennessee. Úgyhogy tapadnunk kell rájuk ugye csoport elsőségért, de hát mit tudok mondani, hát ez nagyon-nagyon nekik áll. És akkor mi van, hogyha így összeszakad a Tennessee védelme, aztán minden drából átmennek rajtuk, akkor nem lehet meglepetés? Lehet, hogy ez előfordul, de ugyanez előfordult a Detroit-tal is. Tehát mondom, lehet itt mutogatni, hogy a Tennessee védelem az sebezhető, de ugyanez igaz a másik oldalra, úgyhogy ne ebből induljunk ki, hanem abban induljunk ki, hogy a támadás az fottul megy. Úgyhogy nyilván itt a Tennessee-nél az előny. Meg lesz ez, nem véletlen a mérlegbeli különbség. A másik mai mérkőzésre is akkor sort kerítünk, ez Buffalo-Denver, ezzel kezdődik így a hétvégi menet. Hegyen lesz a találkozó, úgyhogy hazai pálya Denvernek megvan. McManus nem játszik, rúgási problémák előjöhetnek, azért az nem segít. Callahan ugye IR-en van, legjobb cornerbackjük, úgyhogy itt most Josh Allen folytathatja a kampányt. Nem főműsoridő, de elszigetelt mérkőzés, úgyhogy egész Amerika figyel, Josh újra megmutatja. Egy emocionális győzelemből jön a Buffalo, hogy azzal elkenték a Steelers-t. Második fél időben Josh is egész okosnak tűnt, azzal, hogy csak Dixnek passzolt, ez azért sok embernek segít. Ugye Denvernél mondják, hogy hát azért itt kompetens edzői stáb van, kérem szépen, itt azért Denver nem lehet emiatt leírni, de most megint az a baj, hogy a túloldalon is az van. A Buffalo-iaknál tudják, hogy hogyan lehet meccseket megnyerni könnyebben, úgyhogy ezzel nincs előnyben a Denver. Miben van előnyben a Denver? Hát az, hogy a hegyen van a meccs, másban nem nagyon. Drew Lock, múltkor. Igen, jó volt. Nagyon-nagyon jó volt. Nehéz lesz ezt megismételni, kérem. A futók közül mindenki kérdéses, mindenki limitáltan edz. Jó, hát a running back-eknél az évezen szakaszában már mindenki limitáltan edz. Oké. Nyilván jó lenne, hogyha a meccset tudna csinálni ebből a Denver. Mert hát semleges drukkerként nyilván arra kényszerülnénk, vagy annak örülnénk a legjobban, hogyha itt lenne egy izgi-bizgi mérkőzés kezdettől fogva. Ehhez mit kellene csinálni? Hát ehhez az első lépés mindannyian tudjátok. Ugye Drew Locke-nak normálisan kéne játszani, úgy mint múlt héten. Szokott olyan Drew egymás után több héten, hogy stabil, jó teljesítményt nyújt? Hát olyat szokott, hogy stabilan gyenge, olyat, hogy stabilan jó, az ritkábban van. Hát most ezt kellene előadni. Így a Buffalo ellen erre szokott példa lenni? Nem könnyű. De a Drew Locke, most azért már nyertek egyet, próbálnak eltávolodni, ne lehessen irányítót draftolni. Ő is az állásáért megy.
Hát mondhatjuk ezt. Meg hát így a megítélés szempontjából is azért fontos lenne egy playoff csapat ellen. Legalább, hogy az látszódjon, hogy azért némi fogalmuk van arról, hogy itt hogyan lehetne pontokat csinálni. Még hogyha ki is kapnak, hát nem mindegy, hogy hogy. Beleáll a földbe, drúlok. Vagy akkor az van, hogy hát figyelj, közel voltunk, majdnem megvolt a Buffalo, egy évre vagyunk, vágjátok a playofftól. Most, ez még elment, de nem baj, majd jövőre összeáll minden, visszajön Sutton. Jövőre elkapható ez a csapat, hogy valami ilyen érzésed legyen, még hogyha nem is hiszed el, hogy azért mutassák meg azt, hogy azért közele tudnak jönni ez a Buffalohoz. Nehezen hiszem, hogy ez megtörténik. De hát hogyha mégis, az is csak vereségre elég, mert hát Josh Allenéket nem lehet megállítani. Annyival olajozottabb az egész szerkezet. Denver, amikor támad, akkor ilyen esetlegességet érzek, hogy abból a játékokból esetleg jöhetnek touchdown drive-ok, hogyha minden összeáll, de egyébként komolyabb összhangot azért nem tudsz felfedezni Locke meg az elkapói között, Judy-val, semennyire nincs. Még a Tim Patrick-kel van a legjobban, aki meg hanyadik számú elkapó, ideális esetben 4. Közben a Joshi, hát ő álmából felkeltve elmondja, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy győzzél. Ugye ott vannak, tudja, hogy pontosan ki hova fog menekülni, itt a zóna védekezés ellen meg lesznek a helyek. A Bills meglovagolják a momentumot, úgyhogy ez is elég egyértelműnek tűnő összeállítás, összecsapás. Nagyon nagy baj van, mert Ronald elkapta a vírust. Úgyhogy most borul az egész terv, amit így kitaláltak a Tampánál. De nem baj, mert Leftwich mondta, hogy semmi probléma, itt van Leonard Fournette. Tudja majd helyettesíteni Ronald Jones-t, ugyanazoknál a szituációknál. Ugye nagyon várom azt, hogy mit talál ki a Tampa. Az Atlanta elleni meccset nagyon várom, hát én ezt mindig várom. Tampára tipperek, nem a Falconsra. Megnézzük majd, hogy most ellépnek megszokott tervtől, biztos, hogy nem. Ugyanazt fogják csinálni, mint eddig. Tudjátok pontosan, hogy mi fog történni. Igen, Fournette megkapja a labdacipeléseket egy az egybe, 100%-os lefedésben azt, amit Ronaldnak adnának, az az övé lesz, és akkor majd jön Shady, change of pace. Bizony. Elég ez a győzelemhez? Hát nyilván elég. Falconszal játszanak. Nem játszik Julio, nem játszik Ricardo, és egy nem latin nevű Darkies, Delar, tehát ilyen vannak hiányzó emberek. Megszoktátok lassan már, Falconszban vannak hiányzó. Ryannek nehéz napja lesz, tehát ő azért a nyomással küzdik egész évben. Folyamatosan vannak olyan mérkőzések, amikor ha jön a nyomás, akkor abból nehezen jön ki jól, ugye? Fogja küldeni Boss, fog érkezni Damu Kongsu belül. Pierre Paul interception, azt nem tudom, hogy lesz-e, de oda fog érni, Beretnek többszek. És akkor még jönnek a cornerek is, azok is jönnek. Elpusztítják, Falcons támadóját egy gyenge lesz. Ridley megjátható lesz olykor. Gurley meg tudja ismételni majd azt, amit Delvin Cook az előző fordulóban? Nem vagyok benne biztos. Küzdködni fog a Falcons, hogyha támadni kell, úgyhogy Tampa meg tudja erősíteni a top 10-es helyezését védekezésben. És akkor már csak az a kérdés, hogy akkor Brady kap-e lehetőséget a passzolásra, vagy azonnal első érintésre Fournette mindig first down-okat csinál, mert akkor az, hogy nehéz lesz Bradynek hozzátenni. De egyébként hát ez neki egy kellemes emlék, kellemes csapat. Lenyomják őket. Most a Buccaneersnek jön egy lazább győzelem. Már most a Vikings ellen is különbség az nagy volt, de játékképe alapján azért izzadósabb volt az. Ez talán könnyebb lesz valamivel. Meg játszanak kétszer a Falconszal idén, tampaiak. Azt azért meg lehet nyerni. Owen Smith is vírusos, leftekül. Kibírod. Itt az a kérdés egyedül, hogy a Tampa Bay most felrúgja magát, hülyeségeket csinálnak, saját útjukba állnak, vagy hatékonyan játszanak, biztos, hogy nem. Közepesen hatékonyan játszanak, mert akkor ezt azért meg lehet nyerni. Már az első fél időben le lehet zárni nagyjából. És utána hiába kapar a Falconsz. Egyre másra jönnek itt magabiztosabbnál magabiztosabb tippek. Egy új cím, magabiztos tippek. Na hát az aztán még, az még jönne is, ez még igaz is lenne. Vagy az, hogy rossz tipp, az nem mindig igaz, ugye, mert néha eltalálom, de magabiztos tippek. Na ez lesz. Az, hogy a Falconsz kikap. Itt vagyunk mi, kérem szépen, újra Texans ellen, újra Dushon ellen, megmondta Romeo bácsi, hogy ők nem ültetik rá Dushont, ők nekik kell a győzés. Hogy ha már kimennek a szurkolók, akkor ők azok hatan legalább boldogan legyenek, akik hazamennek. Hát most akkor mi jövünk, nekünk meg nyilván üldözni kell a Tennessee-t. Most egy kidőlt a Texans védelméből Justin Reed, ugye Brandon Dunn védőfalból, még azok, akik alapembernek számítanak. Visszatér David Johnson, Duke helyett, úgyhogy futóposzton megint variálnak. Elkapó lesz, hát egy lesz, meglátjuk mire elég, meglátjuk, hogy a tájt egy napban néze.
Szerintem most úgy van, hogy a Texanszal ez a második meccsünk, az elsőnél majdnem kikaptunk, csak aztán egy sípcsontra kapta a labdát a snapnél a Dushon, és fumble lett. Hogy azt azért az volt az a meccs, amikor így kijött minden, és akkor ott megnyerhették volna, így a jobb erőkből álló Indianapolis ellen. És ez lesz az, amikor meg nem fog összejönni, amikor kijön a valós különbség, és amikor több labda birtoklással elmegyünk. Hazai pályán van a meccs, Philippet nem fogják bántani, tehát továbbra is JJ Wattra odaállunk, kész. Megoldottuk azt, hogy Rivers nyugodtan tudjon passzolni. Rivers olvasni fogja a defense. Változott valamit az előző két héttel ezelőtt óta, amikor szétpasszoltad őket, Filip? Nem, ugyanazt futtatják. Könnyű olvasások? Nagyon-nagyon könnyű. Elszakad az emberünk? Elszakad. Oda bírod dobni? Háromból kétszer. Doszt elé. Futójátékunk brutál lesz. Forrest Buckner kiírtja az erdőt, az biztos. Meditek a játékunkat. Nem nagyon vannak változások az összeállításban, nincsenek hiányzók. Castonzo már tuti ott lesz leftekülben. Jó minden. Ha Dushon nem hoz egy ilyen Hall of Fame várományos mérkőzést, akkor ezt le kellene hoznunk. T.Y.-ra nincs válaszuk. Én nekem ennyi elég. Számos módja van, hogy a győzelem útjára lépjünk. Ezt most le kell hozni. Még így is visszafogott voltam, hogy ilyen sokat vártam a Colts-szal, de hát ez is maga biztos tipp. Jobban szoktam izgulni a Colts meccsek előtt, de ez most azt gondolom, hogy ez miénk lesz, úgyhogy üldözzük a Tennessee-t, amennyire csak bírjuk. Oké, hát az egyetlen meccs, ugye a pozitív mérlegű csapatok egymás ellen itt van, New Orleans és a Kansas City, de hát egy pusztán a Drew Brees iránti tiszteletből tartott ilyen sokáig, hogy vártam velük, mert hát nyilván a Chiefs-re tippel mindenki, nem. Most Brees-t azt mondták, hogy akkor jöjjön vissza. Azt mondta még hétfőn Peyton, hogy csak akkor áll be, hogyha 100%-os. Eltelt egy nap, Drew Brees a kezdő. 100%-os. Cserébe elvesztették Michael Thomas-t. És ismerjük a Saints támadó játékát Michael Thomas nélkül. Kamarának 100 darab screen, azaz. Ilyen fáj a bokája Michael Thomas-nak. És ez egy problémás. Marcus Williams-nek is fáj amúgy free safety-ben, de ő lehet, hogy játszik. Meg hát játszik Breeze-na, tehát ez lenne a lényeg, hogy azért előre jobb lesz akkor most a támadó játék, így, hogy Taysom helyett Breeze van, hát ez azért erősen borítékolható, hogy jobb lesz valamivel, kicsit kompetensebb manus van a center mögött. Rápihent rendesen, 11 bordája meggyógyult. Meglátjuk, hogy változik-e bármit a játéka, de hát alapvetően egy bordasérülés az ugye a mozgását azt nem annyira befolyásolja így a korábbiak alapján. Az inkább azt befolyásolja, hogy mennyire ütésálló, hogy bírja, amikor többször megérkeznek rá, nehezebben bírja, ugye. De alapvetően a pontos passzait ki tudja osztani Drew Brees, csak legyen kinek. Ezzel van az ő bajuk, hogy valami potens támadójátékot összesematizáljon Sean Payton már Michael Thomas nélkül, mert hát erre azért volt már példa. Hanem azzal van a baj, hogy eközben meg ugye a Mahomes-ék jönnek, akik meg hát bármennyit megcsinálnak, plusz 7 pont. Igen, tehát megcsinál a New Orleans bármennyit, és annál 7-tel többet tud csinálni a Chiefs. A Chiefs annyit csinál, amennyire szükség van. Most ugye erről beszélünk, hogy ugye elmúlt heteket is átnézve, amennyi kell, azt megcsinálják. Nem tudom, mennyi a spread, nem lesz meg. Lehet, hogy most meg lesz. Mert most így, lehet így erről így lamentálni, hogy hú, hát ez egy leendő Super Bowl párosítás, meg ilyesmi. Hát, hogyha így van, a Super Bowl-t kell megnyerni, nem ezt egyébként. De hát ami fontosabb, hogy így a konferencia elsőségért mennek így a fiúk. Kinek fontosabb? Hát a Chiefsből nézett ki azt, hogy ők bárhol, bármikor tudnak nyerni, a New Orleansból nehezebben. Erről mondjál, beszéltem már a múlt héten, vagy hát ezen a héten teti meccsekkel kapcsolatban, hogy nekik azért marhára nem mindegy, hogy el kell menni Green Bay-be mondjuk, vagy sem, vagy tudnak otthon játszani. És hát nekik nagyon-nagyon sokat érne ez a győzelem, mert akkor azért így validálná azt, hogy ez egy bajnok esélyes keret. Mert minden csapatban az, hogyha Chiefs-t megvered, hát annál jobban nem erősíti meg semmi a bajnoki reményeidet. Mondjuk a Raidersnek megtörtént, aztán most hol vannak? Híres idahoi krumpliborra készülnek. Nyilván most a New Orleansnek rengeteg felmentő tényezője van, hogyha esetleg elmegy ez a mérkőzés. Ugye Breeze-nek az első meccse sérülése után, tehát most ez, hogyha kikapnak, jó, hát azért benne van, a szegény kapitány sérülten vállalta a játékot. Nem olyan nagy dolog. De hát azért az érdekel, hogy fognak kinézni. Ugye, hogy Drew Brees hogy néz ki most? Hogy elhitetik velünk azt, hogy ó, jó lesz a ő majd, nem lesz semmi probléma januárban.
És hogy ezt el tudom-e hinni? Mert most azért eléggé kétkedek. De elmúlt évek alapján eléggé kétkedek, hogy ez most idén mennyiben lesz jobb, per másabb. Ha most valami szebb teljesítmény letennének az asztalra, akkor még megváltoztatható a véleményünk nyilván. Akkor majd a Saints Defense az kikapcsolja Mahomes-t. Hát még várjuk azt, hogy az milyen, amikor őt kikapcsolják, mert a véletlen a nem tudom, védő fejéről fölpattan a labda, azt interception van belőle, az egy nehezen meghatározható taktika, hogy majd reméljük, hogy lesz ilyen. Hát majd úgy átér a nyomás, meg ilyesmi. Jó, Mahomes jól kezeli a nyomást. Megnézzük, hogy van-e terv bármilyen jellegű, hogy Kelsey-ne kaphassa középen, amikor így három lépést kimegy oldalra Mahomes, aztán még mindig nem ér oda senki. Hát így a Chiefsnek így a bejáratott sémái, azok bárki ellen működtek eddig. Most itt van ez a Saints Defense, majd ez majd most megmutatja. Hát az Eagles ellen sem mutatták meg, az nem érdekes, ott már a Chiefs elleni meccsen járt az agyakban. Hát nem gondolnám, hogy ez így működne, mert hát nekik minden meccsen kell a győzelem ahhoz, hogy az első helyet megtartsák, per megszerezzék. Úgyhogy az nem nézett volna ki jól, hogyha ez így történt volna. Tény az, hogy ez egy egyértelműnek tűnő mérkőzés volt, ami nem jött össze, hát most ez a Chiefs-en ez egy óriási kihívás, régóta készülnek rá, nyilván bekarikázták már tavasszal, hogy itt a Chiefs ellen mi lesz. Alapvetően a védekedés az egy másodlagos tényező, de hát, hogy amennyiben az offense nem segít rajtuk, akkor tanástalanok. Nagyon-nagyon keresgéljük azt, hogy melyik az a csapat, amelyikre azt mondanánk a Chiefs ellen, hogy jó szívvel rátippelsz. A New Orleans jelen pillanatban nincs ott, hogy azt mondanám, hogy jó szívvel rájuk tippelek, hogy megnyerik ezt a mérkőzést. Nyilván a Chiefs a tippem minden párosításban momentán. De hát még a legjobb összeállításban lévő New Orleans, mondjuk a 100%-os Breeze-szel plusz Michael Thomas-szal is, az egy kihívás lenne, hogy nyerjen, így meg aztán végképp. A sláger párosítás, meg rengeteg sztárjátékos, meg kiváló mérleg, meg tudjátok, hogy ez még liga élcsapatai, top 5 talán, mondjuk. De hát ettől függetlenül teljesen egyértelmű, hogy ki a favorit. Ha jönnek a nehezebben tippelhető meccsek, itt van nekünk ez a Dolphins-Patriots, szóval szerepcsere van, mert most ugye Dolphins a favorit, playoffért megy, és akkor most a Belichickék azok, akik így meg tudják őket tréfálni, hogy mégsem vagytok olyan jók, mi lenne, hogyha elütnénk titeket a playofftól. Ez is a Patriotsot nem tudták soha elütni a playofftól, csak maximum a helyezésüket tudták kicsit megbabrálni így a szezon végén ugye a Dolphinsnél. És akkor most ugye szokásos Belichick Magic, 13 kérdéses játékosuk van. Flores tanítványa. Hát ők most kiküldtek, hogy 9 kérdéses játékosuk van, szintén a Dolphinsnél. És Gaskin meg vírusos, tehát azt nem lehet behazudni, azért az tény. Szóval nem tudjuk, hogy ki fognak játszani magyarul, ez a lényeg. Hogy lehet, hogy játszik a 15-ből 10, lehet, hogy mind, lehet, hogy senki, azért nem vennék mérget. Lehet lényeg az, hogy nehéz kalkulálni, hogy most éppen egy match-upoknál hol lesz az előny, mert nem tudjuk, hogy ki lesz ott. Az biztos, hogy Tua első éves. És mivel első éves irányát, hogy rettegni kell, hogy majd Belichick őt összezavarja. A kérdés az, hogy mennyit várnak el tőle, meg mit kérnek tőle, meg mennyit kell hozzátenni egyáltalán Tuának ahhoz, hogy egyáltalán megnyerjék ezt a mérkőzést, mert hát még a múlt heti után nyilván ez könnyebb lesz, mert ugye Chiefs-szel kellett volna versenyezni, az nem sikerült, most a Patriots-szal versenyezni, ez könnyebb, tehát hogyha nem rontod el nagyon durván Tua, akkor lehet, hogy nem kell sokat szerezni ahhoz, hogy megnyerjétek. Abban biztos vagyok, New England szuper motivált, hogy most így elkalapálja valahogy a Dolphins, mert hát hogyha már a Buffalo-t nem sikerült utolérni, azért legalább itt megmutassák azt, hogy azért nem van egyszerű ez a csoport, még mindig, meg azt tudjuk már így december végére megtanultuk, hogy New England nem nagyon nyer mérkőzéseket anélkül, hogy komoly defense vagy special team besegítés ne jöjjön. Ugye, hát ez elég nyilvánvaló volt, még ugye Chargers ellen is 45-0 alkalmával. Na most az itt az érdekes, hogy a Dolphins ugyanitt tart egyébként, mert hát ők is leginkább abba bizakodnak, hogy majd a védelem meg a special team kisegíti Tuát, vagy átveszi helyette így a pontszerzésnek a feladatát. Tehát ezekből is azért jöttek nekik győzelmek. És hát ugye a Dolphins számára fontos lenne az, hogy meglegyen ez a mérkőzés, mert ugye a white card hely az messze nem garantált. Még így is, hogy a Raiders kiszedte magát, azért még így is meg kell nézni, hogy ugye jön a Baltimore, ugye Cleveland, Indianapolis vagy Tennessee, és akkor ugye elfogynak, tehát hiába heten jutnak be, még mindig 8-an pályáznak reálisan.
És ez Dolphinsnak ez egy buktató mérkőzés lehet. Hiába van az jól dokumentálva, hogy New Englandnek minden baja van, és hát ugye támadásban egészen föltelmes dolgokat láttunk tőlük, mert tudja majd Flores is be tudja hívni azt a sémát, mint amit ugye a Rams mutatott, hogy akkor itt is teljesen meghal a New England offense, van erre esély? És akkor nyilván ezt a Dolphins lehozza. De mi van, hogyha ez nem történik meg? És mi van akkor, hogyha a Belichickék is lehúzzák a rólót, aztán Tua nem találja majd, hogy merre van az előre? Aztán itt ilyen nagy pofoszkodás lesz, aztán 10-9-re nyer majd valaki. Ez a legvalószínűbb? Hát lassan arra hajlok. Lehet, hogy a New England irányába túl nagy a bizalom még mindig. Mert még azért nem volt olyan régen az, amikor még komolyan félni kellett tőlük. De hát, még azért most is óvatosak vagyunk. Egy egész pontosan, mert a Dolphins nem az a csapat, amelyikre így minden körülmények között rámondjuk, hogy hozza a papírformát. És hát sok esetben már a New England meccsein az első fél időt megnézed, és tudod, hogy na ez az a nap-e, amikor így teljes mértékben szétestek megint, aztán nem lesz ebből semmi. Vagy ez megint egy olyan nap, amikor kompetitívek, amikor lehet, hogy a végén ők jönnek ki jobban, még akkor is, hogy elég szegényes a felhozatal, akikkel együtt tudnak dolgozni. Mert lehet, hogy jó, hát alig van ember, aki veszélyes a pontszerzésre, de a Dolphinsnál sincsenek annyira eleresztve. Tehát az jó, Gessik itt meg tudja játszani sokszor, Tuha is az sokat számít, tehát New Englandben is hát fényévek előrébb lennének lenne egy normális tight endjük, de nincs. De hát azért ott a Dolphinsnál is azért vannak bajok, tehát azért nem olyan bőséges a kínálat. És akkor mondom még egyszer, újonc Tua Tagovailoa. Newton meg már 10 éve csinálja. Ez egy érdekes meccs lesz. Egyáltalán nem lesz látványos, valószínűleg a védelmi futballt, akik szeretik, oda kapcsolnak, hát ebben biztos vagyok. Van ilyen, aki így eltöprenk, hogy nem itt nézek most, erre szeretnék valami jó kis defenzív futballt. Megnézem ezt a Dolphins Patriotsot. Nem látom ezt az embert, de biztos van ilyen, jelentkezzél. És semleges drukkerként, hogyha nem igazán vagyok nagy Dolphins drukker, meg Patriotsot se szeretem, de ez most így nem lesz valami sok pont, ezt majd most megnézem. Na, aki ilyenre vágyik, annak hát itt a lehetőség, ugye, hogy megnézze, hogy na, megint punt lesz, igen. De hát, ha elveszi valamelyik is, akkor az meg izgalmas, meg specialty, meg visszahordások. Hát valami ilyesmi lesz. Egyáltalán nem gondolnám, hogy teljesen egyértelmű, hogy a Dolphins, a nagyon jó mérlegű Dolphins, negatív mérlegű Patriotsot biztosan lenyomja, mert nem biztos. De azért ott vagyunk, hogy csupán azt nézed, hogy hát a New England az defense-el nyeri a meccseit, a Dolphins is meg tudja ugyanezt csinálni. És akkor még kiből nézed ki könnyebben, hogy pontokat csinál? Hát még csak a Dolphinsból nézem ki. Kicsivel, könnyebben. Nem hibázik bele Tagovailoa. Higgadtan. Elmagyarázzák neki, hogy itt most látni fogsz vad dolgokat, próbáld meg elkerülni a hülyeséget, és az lehet, hogy elég. Nem adjátok el, meg lesz a meccs. Szóval, hogy betippelek egy Dolphins, de nincsenek jó érzéseim. Ez a Cowboysnál szerintem maguk se tudják, hogy most akkor ők még reménykedjenek, vagy már ne, vagy mi legyen. Minden esetre McCarthy-nak megerősítették a pozícióját, hogy jövőre is akkor vele fut majd ki a Cowboys. Jó. És jön nekik itt a Niners. Nem könnyű ezt a mérkőzést is így besúvasztani, hogy akkor most így mi is az igazság a két csapattal kapcsolatban. Ugye a Ninersnél most megint egy kidőtt McKivitz, meg Garland, tehát így már támadófalban is már mindenki játszott, meg mindenki játszani is fog. És hát az azért befolyásolja a Niners sémáját, hát jó támadófal teljesítmény nélkül ők azért nehezen mennek előre. Malenz nem váltja ki? Ritkán. Debo nem lesz. Nem lesz Debo. Egy playre se? Egy playre se. Hogyha Malenz be tudják kényszeríteni a hibákba, akkor nyilván a Cowboysnak van esélye, de simán kinézem, hogy ezt most lehozza hiba nélkül Nick Malenz. Shanahan belesuttogja fülébe, igen. Cowboys ugye szokott ilyen önmegsemmisítő mérkőzéseket játszani, azokat ugye elveszítik. Amikor nem semmisíték meg önmagukat, akkor is ki tudnak ám kapni. Én bármilyen fura, én azt várom, múlt héten is ezt beszívtam, de megint elmondom. Szerintem jönni fog egy sallangmentes mérkőzés egyszer 49ers offense-től. Miért ne most? És akkor most az lesz, Nick Mullens nem adja el. Most megjátsza, aki ott van. Megnyeri a Niners? Én azt mondom, megnyeri a Niners. Mert van egy csapat, ők, akiket itt sajnálni kell. Jaj, szegény Kyle, ennek nincs embere, jaj, megsérült mindenki, jaj, de rossz nekik. És van a másik oldalon a Cowboys, aki meg alul teljesítenek, ugye, ezzel a játékos kerettel. Egyértelmű alul teljesítenek, és ott meg kicsúfolod az edzőket, akik vannak. Hát akkor miért nem azon az oldalra álljak be, én mint semleges, amelyikeknél jaj, szegények. És itt a 49ers az, amelyiket itt sajnálni kell, akkor én jövök veletek, legyen egy kis sikerélményetek. Cowboys meg kapja meg méltó büntetését, amiért nem tudtak normális szezont összeszedni maguknak.
mert így őszintén szólva, mi az, ami megakadályozza Nick Mullens-t abban, hogy ne hozzon le egy jó meccset? Nem a Cowboys defense, hanem saját maga. Tehát ki a jobb irányító a meccsen? Hát Dalton egyértelműen jobb. Látszódni is fog? Ezt nem garantálom. Daltonnak azért könnyebb dolga van, sokkal, nem? Hát a játékos társakat illetően igen, az utasításokat illeti nem biztos. Szoros meccs lesz. Kis téttel bíró mérkőzés. Alsóházi rájátszás. Nem sok szemleges drukkert várok a képernyők elé. San Francisco-Dallas mérkőzésen. Én megnézem mindegyiket. Hát főleg most. Mike Nolan volt csapata ellen. Megmutatja, hogyan kell felkészülni ez a Shanahan iskola ellen. Könnyű lesz nekik. Nem fognak tudni felkészülni. Működni fog a futás a Ninersnél. Én azt mondom, működik. Most megfirkálják. Még egy utolsó nagy robbantást megcsinál a Niners. Sok pontot csinálna. Cowboys belehibázik. Azt szokták. Ha már itt Washington ellen elszerencsétlenkedték, hát ez egy sokkal könnyebb defense. Átmennek rajtuk. 49-es győzelmet várok. És akkor Cowboys végleg eliminálódik. Lassan már úgy számolgatunk, igen, mert agyon nyerik magukat ott a csoport élcsapatai. Múlt héten nyert a Cowboys, hogy most is 1/4 vannak, vagy valami ilyesmi. Milyen jó már nekik. Mondjuk valójában emiatt a Cowboysnak azt tenne jót, ha vesztítenének, tehát így hosszú távon azt segítene rajtuk, hogy amennyi eszük van, lehet, hogy most megnyerik emiatt. Mondjuk erre nem gondoltam, hogy a Cowboys mindig azt csinálja, ami rossz neki. Akkor most izomból megnyerik ezt a meccset? Nem. Maradok a tippemnél, bár ez most így szöget ütött a fejembe. Na hát egy aránylag releváns mérkőzés, ez a Vikings-Bears, ami december közepén ritkán szokott egy releváns mérkőzés lenni rájátszás szempontból. Aztán még mit akarsz? Mind a ketten reménykednek. Mit? Nem. Figyelj, valami 20% esély van a rájátszásra, 25. Valami e körül. El tudtam volna képzelni jobbat, de rosszabbat is. Most itt van a Vikings. Nem játszik továbbra se Kendricks, nem játszik Rudolph. Hát, túlélik valahogy. Kendricks azért hiányozni fog. Trubisky vonat, az rendben van, az megy. Na kérem. Játszottak már ugye néhány hete egymás ellen. De abból azért nehezen indulsz ki, mert ugye Trubiskynek a forma ingadozása az nem feltétlenül függ attól, hogy ki van a másik oldalon. De hát Zimmer ismeri, játszottak már sokszor egymás ellen, tudja, hogy zavarba lehet hozni Mitchellt. Mert nagynak a sémája sem működik mindig, hogyha éppen Montgomery nem fut el 100 yardért, akkor nem biztos, hogy ez jó lesz. Mert azt mondom, nyer a Vikings, hiába az a felfele ívelő Chicago Bears, engem nem érdekel. Kirk múlt héten is egész jó volt, nem? Tehát most ahhoz képest, hogy kivel játszottak, elfogadhatót hoztak, sztárjátékosaik megvannak, bevethetőek, Justin Jefferson, levédekezhetetlen Chicago számára. Most ezt lehozzák szerintem ezt a mérkőzést. Úgy is, hogy a védelemben nincs senki. De egyébként Trubi ellen nem is nagyon kell senki. Egyébként, hogy itt éppen olyan napja van. Most hány meccset lehozott egymás után? 3? Nagyobb fejreállás nélkül, Trubi. Hát ez nem fogja tartani az örökké valóságot, én azt gondolom. Tehát előbb-utóbb azért visszakerül oda, ahova ő való. És akkor így a no-name játékosokat is megtalálja a labdával. Kialakult a Bearsnek egy stabil játék, a ne vicceit. Az offenseben minden a helyén van, így a mozaik darabok helyükre kerültek. Ez az a Bears, amire megálmodták. Ezt mondják. Nehezen hiszem, de még hogyha így is van, ugyanezt lehet mondani a Vikingsról. Vikings támadójáték, az ki van találva, kérem. Még akkor is, hogy a támadó falban most rájtekülbe variálni kellett, bejött megint Számi a gárdba, jaj. Úgyhogy hát vannak bajok, nyilvánvalóan mindannyian látjuk, hogy azért egy ember kiesik, hirtelen baj van mindenhol. De nem baj, igazából, mert Kirk ott van, ő az, aki mindennek a mozgatórugója. Meg Dalvin Cook, jaj, a Dalvin Cook is. Fontos posztokon Vikings jobban áll. Nekik van a jobb irányítójuk. Nekik van jobb elkapójuk. Legjobb elkapó náluk van. Legjobb kettő elkapó náluk van. Még a futójuk is tehetséges, ebben mennyire ez számít. Edzőbácsik. Ne menjünk messzire, de... Hát azért, ha én azt mondom, ez a vikingeki ez a mérkőzés. Még hogyha a Bears azt mondaná, hogy amíg meg lehet a rájátszás, meg ilyesmi, tepernek, Trubit előbb-utóbb összezavarják, előbb-utóbb leadja a mérkőzést. Úgyhogy az utolsók között beszélek erről a párosításról, tehát bármi lehet, tehát a Vikings és a stabil forma is azért köszönő viszonyban nincs, de mégis arra a csapatra mondom a tippemet, amelyiknél így az értelmesebb munka folyik csapatépítés tekintetében. A Vikingsnál ez az év, ez valamelyest egy újrakezdés, tehát az, hogy ők most playoff helyen voltak, az egy hiba volt a rendszerben,
de egy hosszú távon ők azok, akik így jobb irányba mozognak. Még most a Bearsnél átmenet van, tehát várjuk, hogy elkezdődjön valami, mert ez még az utolsó néhány hajtás annak, ami nem sikerült. Úgyhogy ajándékozzuk meg jobban működő franchise-t egy győzelemmel. Az utolsó meccsen akkor tartogatom az upsetet. Cardinals, Eagles. Jalen Hurts-el megyünk? Én azt mondom, hogy menjünk Jalen Hurts-el. Cardinals a favorit a meccsen. Mert hát a Jalen Hurts azért a New Orleans ellen nem volt olyan jó, nem passzolta olyan jól a labdákat. Jó, értem. Cardinals ellen higgyétek el, könnyebb lesz. Mi? Könnyebb támadni a Cardinals ellen? Hát sokkal. Tehát jobban fog kinézni Jalen Hurts. Jobban. Mert hát lesz, láttuk már Jalen Hurts-ot, nem is olyan nagy passzoló király, hát ezért ez kijött azonnal. Jó, mindenki ellen ugyanúgy lehet támadni? Nem. Na hát ugye. Ezek ellen könnyebb támadni. Ó, de Hassan Reddick elkapja majd. Tudod, hogy nem kapja el. Elmenekül Jalen. Jönnek majd Cardinals pass rush-ot, az véletlen futott, kifutott eredmények vannak. Hogy merészeled mondani. Vance Joseph majd megzavarja az újonc irányítót. Lehet. Lehet, hogy nem. Én azt várom, Jalen Hurts szebb arcát mutassa még, mint a New Orleans ellen, amit meg megnyertek, ugye? De hát az nem teljes mértékben az ő érdeme volt, de kicsit igen. És akkor itt van ez a mérkőzés, ugye Kyler, Cardinals, támadójáték az egekben, gondolod, valójában nem. És akkor itt van egy Kingsbury-t, saját fegyverével lenyomja majd Peterson. Hogy Kingsbury-nek amúgy nem nagyon tudja, hogy mit csináljon Kylerrel, hogy így kijöjjön belőle a maximum, meg most fáj a válla is. Petersonnak most van egy ilyen hasonló figurája, saktáblán, Jalen, és ő meg majd mondom, saját fegyverével, majd jobban fog mutatni a pályán, meg így jobban beleillik a sémába, jobban tudják kiaknázni az ő erősségeit, mint a Cardinals Murray-nek, aztán majd Kingsbury majd így hülyén fog nézni az oldalvonal mellett, hogy most mi van. Mert Murray-nek most fáj a válla, vagy nem fáj, hát ezt nyilván nem mondják meg. Azt mondják, hogy semmi baja nincs. Én megnézem, és hát látom, hogy ez a csáva, ez nem az, aki régen volt. De már Giants ellen voltak futásai, jó. Majd azt még megnézzük extenzíven, hogy ez mennyire működik. Eaglesből ugye kidőlt McLeod, Maddox, secondary-ből, támadófalból Driscoll, támadófalból mindig kidől valaki. Nem újdonság. Hurts alkalmazkodik. Ő még nem szokta meg, hogy kik vannak ott, neki mindegy. Akit odaállít, az jó lesz. Jobb, mint akik Oklahomában voltak. Tehát szét lehet kapni ezt az Eagles secondary-t. Ja, mert hogyha kezdők játszanak, akkor aztán a marha jó lenne. Akkor se lenne jó. Mit számít? Én azt látom, a Cardinals sok esetben saját maga ellensége. Amikor menni kell előre. Kingsbury-nek a játékhívásai egyrészt. Hopkins be nem vonása. Drake olykor túl nagy szerepet kap. Eagles vért iszik most is, kutyamaszkot felveszik. Defense harap. Hát tudják, hogy nekik mit azért elő kell szedni magukat. Jó, motivált Fletcher Cox, igen. Megint bekeményít az Eagles. Két hét alatt kétszer. Defense is odalép. Odalépnek. Én nem vagyok. Én megyek itt az Eagles bandwagonon. Jalen Hurts-ot bekiabáltam a csapatba 12 héten át. Hát nyilván maradok most már. Azt mondom, meglepetést okoznak. Meglepetést okoz az Eagles. Ha nem 100%-os Murray, és nem jönnek a scramblingek, ami az extra réteget adja, akkor ez a Cardinals offense ez nem potens, ugye? Ezt százszor láttuk már, közepes. Giants-et verték meg. Ne, oda ne biciklizzek már. Ellenben ott van, Jalen Hurts jól van, ott van a papírja, le van bélyegezve, semmi baja nincs. De ha meg lesz ez az extra réteg, aztán majd ott meglepődnek a védők. Hát azért ők szoktak ilyet látni, amikor Russell ellen fociznak, bár ő már nem olyan gyakran mozog előre. Hát most meglátják majd, hogy milyen az, amikor friss, fiatal, ereje teljében lévő mozgós irányító megindul, és majd mozgásból elindítja, mikor már rálép a védő, hát az lesz. Alig várom már a mérkőzést, elsők között rámegyek, Cardinals Eagles. Új kedvenc csapatom az Eagles. Hát kinek nem? Mindenkinek az Eagles a kedvence. Playoff meg lesz? Most így kiszámolod, azt mondtam, hogy kikap a Washington. Cowboys, Giants, mind kikap. Csak az Eagles nyer. Playoff. Utána meg jöhet Brady. Kiütve ők is. Super Bowl, kutyamaszk, az lesz. Megnyerik ezt is. Mi a műsor címe? Akkor most a továbbiakban lesz olyan forduló, ahol nem az Eaglesre tippelek? Hát nem kérsz könnyűt, szerintem nem lesz. Arra nincs esély, hogy nagyon rossz lesz Jalen Hurts? Hát van esély rá, mondjuk, de nem tudom, hogy ezt a Cardinals-t kényszeríti-e ki, vagy csak úgy magától, mert szerintem magától ő nem lesz rossz. Hát ő egy kompetens csávó, ne őrítsé már meg. Nem is passzolt olyan jól. Hát majd most belejön. Első meccse volt, mire számítottál? Megoldja majd.
Hát ezek a tippjeim, kérem szépen akkor erre 15 mérkőzésre. Nagy eséllyel mind be fog jönni, így végig gondolod. Nem nagyon tudsz vitatkozni, mi? Nem csodálom. Jó van, akkor jó szórakozást kívánok mára, mindjárt kezdődik a meccs. Izgatottak vagyunk. És akkor holnapra is, holnap utánra is, hát főleg holnap utánra, ott azért nem kérek könnyűt. És akkor majd akkor hétfőn jönni fognak a túlreagálások, meg kedden, meg szerdán. Ez a terv, majd látjátok. Karácsonykor nem lesz. De hát ezt majd akkor elmondom újra. Jó szórakozást mindenkinek, annak is, aki profi futballt néz, annak, aki college futballt, Trevorék nyernek könnyen. És akkor várlak titeket, holnap után mindig várlak titeket. Köszönöm szépen a kommenteket, sok lájkot, nagyon jól esik, meg sok feliratkozót. Már lassan 1500 van, lehet már meg is fel, azt sem tudom már mennyi. Borzalmasan sok, talán a legtöbb a világon. Elég most már a búcsúzásból. Sziasztok, hajrá Jaylen!